Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 26-án, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Bakony Istvánnal, a Csóri Sándor Társaság elnökével, majd egy beszámoló következik egy új kötetről, amely a Kápolnásnyéki Halászkastély történetét mutatja be. Ezt követően pedig ellátogatunk egy kiállításra, amely a rendszerváltoztató időszakot idézi meg. Tartsanak velünk! Jó estét kívánok! Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténésze vendégem ezúttal, mint a Csóri Sándor Társaság elnöke. Szervusz, tisztelettel köszöntelek! Szervusz, én is köszöntelek! Nos, hát idestova 7-6-7 hónapja már, hogy megalakult 2019. szeptemberében a Csóri Sándor Társaság. Ez egy remek dolog volt ebben. Én azt gondolom, hogy minden irodalomkedvelő, minden székesfehérvári, minden magyar egyetért velem. És remekül kezdődött az egész. Nos, most a koronavírus járvány miatt számtalan rendezvény elmaradt, olyanok is, amelyek nagyon fontosak lettek volna számunkra. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy miként lehet ezeket pótolni, és hogyan. Februárig tudtuk megrendezni a rendezvényeinket, addig szerintem nagyon sok szép programra kerülhetett sor. Aztán jött a márciusi váratlan fordulat, bár lehetett azért némiképp számítani rá. Hát a legfontosabb rendezvényünk Zámolyon lett volna abból az alkalomból, hogy Csanád Imre 100. illetve Csóri Sándor 90. születésnapjára emlékeztünk volna egy olyan emlékülés keretében, ahol remek irodalomtörténészek, tanárok, néprajzkutató is volt közöttük, lettek volna az előadók, és hát az az igazság, hogy ez nagyon rosszul érintett bennünket, hogy mindenre nem kerültett sor. Reményeim szerint ősszel ezt talán lehet pótolni, de hozzáteszem, hogy nem lesz könnyű az időpont egyeztetés, hiszen sok emberről van szó, és hát a zámai önkormányzattal is természetesen mindezeket meg kell beszélnünk. Egyébként nekik is volt egy szép tervük, ami szerintem előbb-utóbb meg fog valósulni, ugyanis ebből az alkalomból vette volna föl a Művelődési Ház Csóri Sándor nevét. Azért is fontosak ezek a történések, mert azért két olyan költőről van szó, akik hát a magyar irodalom 20. századának az élvonalához tartoznak, Csanádi és Csóri is. Csanádi Imre kultusza, úgy tetszik, egy kicsit korábban kezdődött, hiszen például róla nevezték el az általános iskolát, magunk is ott voltunk, sőt Csóri Sándor is ott volt annak idején 2007-ben, amikor erre az ünnepségre sor került. Viszont örömteli volt az is, hogy februárban Csóri Sándor szülőfalán a község kiváló emberei elhelyeztek egy emléktáblát jelezvén, hogy itt született 90 évvel ezelőtt a költő. Mi is a Vörösmarty Társaság, illetve a Csóri Sándor Társaság nevében megkoszorúztuk ezt a domborművet, mint ahogy korábban részt vettünk a Csanádi Imre születési évfordulóján is. Igen, ez annál is inkább fontos, mert Csóri Sándor és Csanádi Imre életműve is némiképpen elfeledett. Tehát a társaság nagyon jó lépést tett, ugye a megalakulást követően azért tapasztaltuk, hogy egyre több Csóri Sándor kötet jelenik meg. Ez egyébként folytatódik? Remélhetőleg igen, sőt, hát ha visszamehetek a korábbi rendezvényekre, a tavaly szeptember 12-i alakuló ülés után mutattuk ugye be az In Memoriam Csóri Sándor című kötetet, amely hát azt hiszem, hogy talán a legteljesebb összefoglalás erről az életműről, mint ahogy később bemutattuk decemberben az életmű sorozatot is, ami ugyancsak egy rendkívül fontos kiadványsorozat a magyar kultúra tekintetében. Közben L. Simon Lászlóval, a Pálfigi Istvánnal volt egy irodalmi estünk ezzel kapcsolatban, mint ahogy az In Memoriam kötetben mutatóján is a két szerkesztő, Gró Gáspár és Márkus Béla jelen volt. Azt hiszem, ezek a nevek önmagukért beszélnek, hiszen nagyon fontos irodalomtörténészekről, irodalmárokról van szó, akik számára a Csóri életmű is hát kiemelt szereppel bír. Igen, hát én is ott voltam személyesen, és Balogh Júlia, Csóri Sándor özvegye is üdvözölte ezt a döntést, mert mondom, erre nagy szükség van. Várhatunk valami hasonló Csanádi Imre kapcsán is? Találkoztam Csanádi Eszterrel, a költő lányával, és ők tervezik például, csak hát itt megint közbejött egy csomó akadály. Tervezték legalábbis, hogy ebben az esztendőben egy emlékkönyv létrejön Csanádi Imrével kapcsolatban. Egyébként az ő életműve azért megkapta a maga tiszteletét, és szerintem a Csóri életmű is megkapta. Igazad van abban, hogy
háttérbe szorulunk bizonyos szempontból, de hát meg kell mondanom, hogy ilyen időket élünk, hogy óriási klasszikus életművekről alig esik szó manapsága. Mert ugyanakkor emlegethetném akár I.S. Gyulának, vagy Déri Tibornak, hogy egész más példát mondjuk a nevét is, akikről alig beszélnek manapság. És az ilyenfajta közösségeknek, mint a Csóri Társaság, és azt gondolom, hogy ez az egyik fő feladata, hogy mindezeket ébren tartsák. Egyébként különböző képen, mint hogy a Vörösmarty Társaságban tesszük, hiszen a Vörösmarty Társaságban havonként sok rendezvény van, hát ha nincs éppen járvány. Mi a Csóri Társaságban viszont egyértelműen erre az életműre összpontosítunk. Világos, és ez vonatkozik valamelyest, hiszen zámai születésű Zámoly fia, Csanád Imre is. Így van. Nos, milyen további programok voltak azok, amelyeket pótolni kell? Hát egyrészt örömmel jelentem, hogy januárban volt egy nagyon szép programunk a Szent István Művelődési Házban, amikor is Császár Angela mondott gyönyörűséges verseket, illetve Lovrek Károly kórusa pedig mindehhez adott egy zenei töbletet, ha úgy tetszik, olyan zeneművekből, amelyek szellemiségben kapcsolódhattak ehhez az életműhöz. És akkor még azt is elmondom, hogy a születésnapon pedig az volt számomra örömteli, hogy Fehérvár fiatal művészei, táncosok, versmondók, zenészek segítségvel emlékeztetünk a 90. évfordulóra. Van még egy fél meg nem valósult terv az emlékülésen kívül is. Ocsenás Katalin ötletére tavasszal rendeztünk volna egy csóri pikniket, ott Gárdonyi Géza szülőháza mellett, tudod, ahol az irodalmi emlékfal is van. Hozzáteszem, hogy Csanádinak és Csórinak is ott a dombor, az emlék van a dombor műve. Ez egy színes nép művészeti irodalmi program lett volna. Terveink szerint jöttek volna a Csóri család zenész tagjai, ugye ifjú Csóri Sándor és a többiek. Ezt is talán meg tudjuk valósítani a kora őszi időpontban, hiszen azt hiszem, hogy augusztus 15-ig ilyenfajta rendezvényekre sem került sor. De hát, és akkor folyamatosan én azt hiszem, hogy havonként legalább egyszer mindenképpen találkoznánk. Hát a legnagyobb tervünk a már emlegetett emlékülés, amit nagyon jó lenne, hogy megvalósítanak, annál is inkább, mert ennek az anyagát szeretnénk kötetben kiadni, hiszen azt gondolom, hogy egy ilyen alkalom nagyon jó, hogy megvalósul, de hát ahogy szokták mondani, a szó elszáll, viszont az írás meg a könyvformában meg tudna maradni. Annál is inkább, mert egyébként a mai Paletta magazinban be fogjuk mutatni a Terrorháza a 100 éves évfordulóra, illetve a 30 éve szabadon rendezett egy kiállítást, amelynek a témája ugye holnap után, tehát szombaton lesz a Antal kormány megalakulásának 30. évfordulója, és ennek kapcsán arról beszéltünk, hogy Csóri Sándor bizony nagyon sokat tett a rendszerváltoztatásért, a rendszerváltoztatás időszakában. Lesz-e valamilyen visszatekintés erre? Van-e tervben? Egyébként maga az emlékülés is érintett volna ilyen kérdéseket. Hozzáteszem, hogy ott nem csak a költőről, de a film dramaturgról, a néprajz iránt érdeklődő emberről és a rendszerváltásban is fontos szerepet játszó közéleti személyiségről is szó esett volna. Hitem szerint szó is fog esni ősszel majd természetesen. Igen, ez nagyon fontos kérdés, mert ugye ő... Hát mégiscsak költő elsősorban, meg eszéíró elsősorban, de hát ahogy mondtad is, a szocializmus időszakában a népi ellenzék vezéralakja volt, I.S. Gyula méltó utódja, azt hiszem azt mondhatjuk, és I.S. is úgy gondolkodott róla, mint egy olyan személyről, olyan költőről és közéleti személyiségről, aki viheti tovább azt a vonalat, amit I.S.-ék képviseltek. Hozzáteszem, hogy Németh László is többek között persze ebbe a sorba tartozik, bár Németh László a közéletben sokkal kevésbé vett részt, mint mondjuk akár I.S., akár Csóri. Arról is beszélhetünk, ugye, hogy a Magyarok Világszövetsége élén betöltött egy évtized is nagyon fontos időszak volt egyáltalán a szövetség, és a másrészt pedig Csóri személyes élete tekintetében. Szokták emlegetni a Duna televíziót is, amelynek a létrehozásában döntő szerepet vállalt, és szokták emlegetni azt, hogy a határainkon túl élő kisebbségét is mennyi mindent tett írásban, szóban, tettben, és sokat tett a népzene, a népi kultúra, a folklór terjesztése tekintetében is, és ezt már sokszor elmondtam, de megismételném, hogy ennek a társaságnak az is feladata, hogy az életműnek ezt a vonalát ápolja és őrizze tovább. Nos, hát augusztus 15-ig nyilván áll az élet ilyen értelemben, tehát tömegrendezvényeket nem lehet tartani, viszont én bizakodó vagyok, hogy nem tér vissza a pandémia, véget ér valamilyen szinten, és akkor ezt folytathatjuk. Viszont mit tesz ilyenkor az irodalomtörténész ebben a hirtelen
sok felszabadult időben. Egyrészt még visszatérek a Csóri Társaság ügyeire, hiszen van egy Facebook oldalunk, most már közel 500 követőnk van, és ugye veled együtt készülünk egy másik remek rendezvényre, hiszen sajnos élőben elmaradt idén májusban a Csíki versünep, de az online változat működik, és éppen tegnap óta rakok föl olyan versmondásokat, amelyek csodálatos előadásban hangoznak el az online verseny részvevőitől. És a másik pedig az, hogy az ember, mint író, és egyébként hozzáteszem, hogy nem rettentem meg ettől a karantén léttől, mert más szempontból sok egyébre jut az embernek ideje a bezártságban. Csóri életművével is foglalkoztam, hiszen írtam recenziót a Magyar Szemle számára az In Memoriam kötetről, de hát más szerzőkkel is foglalkozom. Most például nem régen fejeztem be Sarusi Mihálynak, aki egyébként Fejér megyei hírlapos is volt Hajdanán, egy kiváló, a magyar nyelv védelméről szóló, humoros és groteszk elemekben gazdag, de rendkívül tanulságos kötetét, vagy hát folytatom, és erőteljesen jól állok most már a Bence Lajosról szóló kis monográfia írásával, szerintem a nyáron be fogom fejezni, hogy itt a muravidéki irodalom első számú képviselőjéről van szó, aki egyébként alelnöke a Csóri Sándor Társaságnak is. Ha már itt tartunk, akkor térjünk vissza a Csíki versünnephez is, hiszen 8. alkalommal rendezzük meg az idén, ezúttal online formában, és én nagyon meglepődtem, hogy jóval több mint 100 fiatal döntött úgy, hogy online is benevez erre a versenyre, a töpörtyüktől, tehát az 5-estől a liceumosokig. Voltak kételjei, megmondom őszintén, amikor nagy ötlet volt ez online meghirdetés természetesen, hiszen másképpen nem tudjuk ezt megvalósítani. Számra óriási élmény most már 2015 óta, hogy ott lehettem zsűri elnökként ezen a versenyen, és most ez egy más szín, de nézegettem már a produkciókat, és vannak például videoklipsz formájában megoldott versmondások is. Természetesen az ember ilyenkor főként a versmondás díjazza, nem a egyéb képi megjelenítés, de ugyanakkor meg örültem annak, hogy a gyerekek ráéreztek annak az ízére, hogy itt új lehetőségek is mutatkoznak. És még annyit, hogy én annak idején Mihály Magdolnának és egyáltalán a szervezőknek, Varga Annának elsősorban javasoltam, hogy tekintettel a Csóri évforduló ebben az esztendőben legyen a középpontban az ő életműve. Természetesen nem kötelező Csóri verseket mondani, de örömmel látom, hogy nagyon sokan választották ezt a oldalt, mint ahogy a Trianon évforduló is, hát a nemzeti összetartás jegyében egy másik középponti gondolat. Így van, tehát a nemzeti összetartozás évje okán ez nem is maradhat ki Erdélyről lévén szó, Csíkországról. Egy kicsit még a versekkel foglalkozunk, mégpedig az, hogy én remek gondolatnak tartom, hogy egyre több művelődési ház, és köztük a Vörösmarty Társaság is él azzal a lehetőséggel, hogy online verseket kér be, és én nem tudom te, hogy látod, de feltűnően sokan, és remekül mondanak egészen kicsi gyermekek és fiatal felnőttek is verset. Sőt, Bobori Zoltántól tudom, hogy a gyerekek vers írása is ugye a középpontban. Igen, a Vörösmarty Társaság által meghirdetett. Én nem látom ezeket még, de ötletes és nagyszerű lehetőség, ez is én azt hiszem. Persze, hát az egész kulturális társadalom felfedezett valamit az elmúlt hónapokban, hogy ebben a helyzetben mit lehet csinálni, ugye házi koncerteket adtak, vagy mit mondjak, hát a Rolling Stones is megszólalt, ugye ők nem magyarok, de volt egy szobakoncertjük, óriási élmény volt. Tehát természetesen egészen más, amikor ugye szemtől szembe találkozunk. Ez az iskolai oktatásra is vonatkozik nyilvánvalóan, hogy nem lehet pótolni a személyes jelenlétet, és megmondom őszintén, azért elszomorodnék, hogyha ez lenne a kultúrában, meg az oktatásban is az egyetlen jövőbeli lehetőség. Mindenesetre bizakodóak vagyunk, hiszen azért tudjuk, hogy a kultúrának mindennél nagyobb szüksége van a kultúra szereplőinek is a személyes jelenlétre, hiszen azért az online nem igaz, tehát az sem a színház, sem a versmondás, bár hát pótolható, mint látjuk. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál, megtiszteltél bennünket, és hát bizakodó vagyok, hogy augusztus 15-e után a Csóri Sándor Társaság teljes erőbedobással folytatja a meghirdetett programjait. Köszönöm szépen, én is bizakodom. Jó, köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a palettát.
Megjelent Bányai Balázs Kastélymese című új kötete, amely a kápolnásnyéki dabasi halászkastély történetét mutatja be. A szerző a Műemlékegyüttes és a benne élők két évszázados történetét dolgozza fel. Egy régvárt nagyszerű kiadvány a kápolnásnyéki halászkastély története Bányai Balázs tollából segítségével a kastélymesék. Én azt gondolom, hogy ez egy újabb lépcső a munkásságodban, és fontos. Köszönöm szépen. Valóban az egyik kedvenc munkám volt amúgy, ami egy körülbelül 5-6 évvel ezelőtt kezdődött, hiszen akkor már szó volt a kastély felújításáról, és ehhez kapcsolódóan készült egy történeti műemléki dokumentáció, amit természetesen felhasználtak a kastély felújítása során, és amiben amúgy Bartos György kedves kollégám volt a nagy segítségemre. Ez egy nagy évű történet, hiszen át két évszázadot mutat be. Mennyire lehet ezt a teljesség igényével kézbe menni? Hát a teljesség igényével próbálja az ember kézbe venni az ilyen történeteket, de azért a történeti források elég komoly határt szabnak annak, hogy mivel lehet dolgozni, és azt tudjuk, hogy a II. Világháborúban sok-sok olyan forrás megsemmisült, ami ezeknek az épületeknek a kutatását segíteni elő, de most nem kell panaszkodnunk a forrásokra sem, hiszen a családi fotóalbumok, a családi iratgyűjtemények, a családi levelezések fönnmaradtak, és hogyha már itt tartunk ennél a témánál, akkor nagyon fontos megjegyezni, hogy a halász családnak az iratai úgy maradtak fönt, hogy a család közben el volt zavarva kápolnásnyékről, a kastélyból, utána kitelepítették őket Budapestről, a későbbi években nagyon sokan éltek nagyon kis négyzetméteren Budapesten a kitelepítés megszűnte után, és ennek ellenére a család megőrizte a felmenők több ágának a történeti emlékeit, amiért nagyon nagy köszönettel tartozunk nekik. És egy komoly dokumentáció is megmutatja, hogy mi minden történt a két évszázad alatt. Igen, hát az építészet történet nyilván az egyik fővonala a kötetnek, ami az 1800-as évek elején épült klasszicista kúriától elvezett a körülbelül 100 évvel később épült neobarokk kis kastély, ami amúgy mondhatjuk most már a felújítás után a Velencei tó környékének az egyik legszebb épületévé vált ismét, de közben természetesen felmerül mindenféle olyan történet, ami egy ilyen nemesi család, nemesi famíliáknak az életében megjelenhet. Hát megjelennek a politikusi pályák, mint például Magyar Kossa Péter időszakában, aztán a gazdaságnak az emelkedő korszakát végig kísérhetjük a 19. század utolsó harmadában, ami nem csak azt jelenti, hogy a településen folyó gazdálkodással foglalkozunk, hanem azzal is, hogy az ott termelt bevétel milyen befektetésre adott lehetőséget, hiszen a családnak Balatonfüreden volt villája, aztán Budapesten építettek maguknak házat, amiből az utóbbi még szerencsére most is látszik. A két világháború közötti időszakra vonatkozóan pedig a fellelt fotográfiák, a visszaemlékezések és a levelezések alapján pedig a hétköznapi életnek a egyszerű pillanatai és szép pillanatai bontakoznak ki a szemünk előtt, onnantól kezdve, hogy az 1914-es báli szezonban hogyan is ismerkedett meg dabasi halász Gedeon és a felesége Pazonyi Elek Alexandrin Budapesten. Az esküvőkön keresztül tényleg a boldog család életet végigkövethetjük a II. Világháborúig, amit persze a gazdasági világválságnak a következményei erősen beárnyékoltak, de mégiscsak egy olyan történet, amit élvezett volt egyrészt kutatni, és remélem, hogy élvezetes lesz olvasni is. Megnyílt a Terrorháza 30 éves szabadon országjáró tárlata Székesfehérváron a Szabadművelődés házánál. A tárlata a rendszerváltoztatás időszakának történéseibe enged betekintést. Hol zsarnokság van? Ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van. Csépai Eszter színművész és Gyula örökbecsű gondolataival adta meg az alaphangot egy kivételes tárlat előtt, amely a Terrorháza gondozásában Cserpalkovics András polgármester támogatásával Székesfehérváron a Szabadművelődés házánál nyílt meg.
A 30 éve szabadon kiállítás a kommunizmus bukására és a kelet-európai nemzetek 3 évtizeddel ezelőtti antikommunista forradalmára emlékeznek. A szabadtéri tárlatot Balogh Gábor, a terrorháza történésze nyitotta meg. Azok számára, akik átélték ezeket az eseményeket, talán segít emlékezni, hiszen valóban nagyszerű pillanatokat élhettek át azok, akik akkor ott voltak a Kossuth téren, és talán szerte az országban, akik tanúi lehettek akár a televízió kamerákon keresztül ennek az eseménynek, ugyanakkor annak a generációnak pedig, aki ezt már nem élhette meg, hiszen később született, vagy éppen akkor, amikor az események zajlottak, pedig bemutatja azt, hogy mit is jelentett az a katarzis, 1989 katarzisa, a rendszerváltoztatásnak az élménye, amely meghatározta ennek a generációnak az életét. Egy nagyon fontos pillanat volt hazánkban, ugyanakkor nem feledkezhetünk el a többi kelet-európai országról, hiszen a Varsói Szerződés, illetve a KGST felbomlásával valamennyi nemzet szabadon választhatott. Ez így van, és erre külön reflektálunk ebben a kiállításban, bemutatjuk azt a történetet, amely a mi szemszögünkből 1945-ben a térség szovjet megszállásával kezdődik, és hát az a szép ebben a történetben, hogy szinte egyszerre ér véget. 1988 és 90-91 között ezek azok az évek, amikor megszabadultunk a szovjet megszállástól, illetve az állampárti diktatúrától, és minden egyes térségbeli ország, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, vagy éppen Románia esélyt kaptak arra, hogy onnantól kezdve demokratikusan építsék tovább az életüket. Rendkívül fontos volt az a pillanat, viszont az oda vezető út is olyan volt, amelyet nem feledhetünk. Ez egyértelmű. Az oda vezető útról azt kell tudnunk, hogy nem véletlenül tartja számon a történettudomány az 1989-es esztendőt a csodák éveként, annus mirabilisként, hiszen azok az események, amelyek ebben az évben megtörténnek, hát nem akarok estélyesen fogalmazni, de mégis így teszek, tehát akár egy évvel azt megelőzően egy lyukas garas nem adtak volna érte az emberek, hogy ilyen események bekövetkeznek majd, hogy mire gondolok, akár a tömegtüntetésekre, a balti élőláncra, az első szabad Szentjobb körmenetre, és sorolhatnánk azokat az események, amelyek tulajdonképpen stációként jelölték azt, hogy az a rendszer, amely 1945-ben felépült, és amelyet természetesen, mint minden diktatúrát az örök életre, az örök időkre terveztek, gyakorlatilag alig egy 2 év alatt porjaiba hullott. Egy ilyen kiállítás mennyit segít abban, hogy valóságosan visszatekintsenek az emberek, az új generációk is? Remélem, hogy nagyon sokat, hiszen elsősorban nekik készítettük, és hát azért is néz ki így, ahogy, tehát eléggé modern eszközökkel próbáltuk megfogni és bemutatni színes képi világgal ezt az időt. Nehéz ez a feladat természetesen, hiszen aki nem élt át, az nehezen tudja felfogni, hogy egyáltalán milyen lehetett ez a szabadsághiányos állapot, hiszen az elmúlt 30 évet azt már úgy éltük le, többek között az én generációm is, hogy például nem tudtuk azt, hogy milyen az, hogy nem lehet külföldre utazni. Milyen az áruhiány, hogyha az 50-es évekre gondolok, ha bár mondjuk Lengyelország tekintetében még a 80-as évekről is beszélhetünk erről, hogy nem lehet templomba járni, illetve hát ha valaki megpróbálja, annak lehetnek súlyos következményei. Ezeket próbáltuk kiemelni, ezeket próbáltuk ábrázolni ezeken a tablókon, idézetek segítségével, rövid átkötő szövegekkel, hogy érezzék azt, hogy mi az, amit magunk mögött hagytunk, hogy érezzék azt, hogy ez nem volt egy tét nélküli mérkőzés 1988-89-ben. Igenis volt mit veszíteni, azt senki nem tudhatta, hogy Moszkva mikor lép körbe, hogy közbe, hogy Moszkvában mikor következik be egy puccs adott esetben, ami megállt parancsol ennek az egész folyamatnak, és hogyha mindezt figyelembe vesszük, és azt figyelembe vesszük, hogy Magyarország területén 1991 nyaráig szovjet katonák állomásoztak, akkor érezhetjük azt, ahogy az imént fogalmaztam, hogy ez nem egy tét nélküli mérkőzés volt, és ebből a szempontból azt kell, hogy mondjuk, minden egyebet félretéve, hogy 1989-90 rendszerváltoztatói jól vizsgáztak ebből a szempontból. 1990-ben Magyarország polgárai először dönthettek sorsuk további alakulásáról. Az első szabad országgyűlési választások egy korszakot zártak le hazánk történelmében. Véget ért a kommunista diktatúra időszaka, ugyanakkor az új politikai elitre óriási feladatok vártak. Mindközül a legnagyobb, Magyarország szuverenitásának teljes körű visszaállítása, a függetlenség biztosítása volt. Ennek a mementója az országjáró kiállítás. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!